Nem hagyom magam szitává lőni, ezzel indokolta távozását az olasz miniszterelnök, miután szerinte elődjének Silvio Berlusconinak a pártja frontális támadást intézett gazdaságpolitikája ellen. Mario Monti tegnap este jelentette be lemondását. Elemzők szerint akár már februárban előrehozott választásokat tarthatnak Olaszországban. Ezeken a felvételeken Silvio Berlusconi éppen átadja a hatalmat jelképező csengőt utódjának, Mario Montinak. Az egykori európai biztos alig több mint egy éve lett miniszterelnök, miután Berlusconit az adósságválság és szexbotrányai miatt lemondásra kényszerítették. Most viszont Monti távozásának az ideje jött el, akinek válságkezelését egyre több bírálat érte. Kormánya 2014-ig összesen 26 milliárd eurós megszorításokat írt elő a közszférában. A tervek szerint a közalkalmazottak számát is drasztikusan csökkentik. Csak hogy a megszorítások jelentősen visszavetették a belföldi keresletet, így a gazdaság teljesítményének visszaesése is nagyobb a vártnál. Silvio Berlusconi pártjának, a jobb-közép szabadság népének titkára pénteken élesen bírálta Montit a parlamentben. Angelino Alfano kijelentette, pártja azért vonta meg a támogatását a miniszterelnöktől két bizalmi szavazáson is, hogy jelezze, nem ért egyet a szakértői kormány gazdaságpolitikájával. Monti lemondásának másik oka az lehetett, hogy Berlusconi bejelentette, ötödször is elindul a miniszterelnökségért. A győzelemhez elismert vezetőre van szükség, mi azonban nem tudtuk eddig megtalálni az 1994-es Berlusconit. Megpróbáltuk, de nem ment, indokolta a volt kormányfő, hogy miért vállalná ismét az ország vezetését. Mario Monti két órás megbeszélésen közölte Giorgio Napolitano államfővel, hogy mihelyt a parlament elfogadja a jövő évi költségvetést, lemond. Ez már karácsony előtt megtörténhet, így akár februárban előrehozott választásokat tarthatnak Olaszországban. Az olasz sajtó szerint az országban drámai órák zajlanak, és káosz van kialakulóban, amiért a nemzetközi közösség drága árat kér majd a tőzsdén.